Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Gondolom, sejthetik, hogy én a nemzeti vagyonnal szeretnék itt foglalkozni elsősorban, de ahogy ott ültem, hallottam a hátam mögött egy-két megjegyzést, amely arra vonatkozott, hogy de nem biztos, hogy tudjuk, vagy nem olvastuk még az alkotmány szövegét. Szeretném megkérdezni először Önöktől, hogy ki az, akinek nem sikerült még a tegnap délután óta belenézni az alkotmánytervezet szövegébe? Nagyon sokan, jó. Akkor, hogyha megengedik, akkor egy picikét inkább ezzel a résszel kezdem, jó? Mert mi itt beszélgetünk, és esetleg Önök nem is tudják, hogy miről beszélgetünk. Nem tudom, hogy ismerik-e azt az érzést, amikor valamilyen döntésre várunk az életünkben, mindegy, hogy milyen döntésre, és a döntés az nem tőlünk függ. Ki vagyunk valahogy esetleg szolgáltatva másnak, és genetikailag kódoltan van bennünk valami félelem, amiatt, hogy nem az a döntés születik meg, amire mi vágyunk. És aztán megszületik a döntés, és mégis az történik, amit szeretnénk. Ismerik-e ezt az euforikus érzést? Azt hiszem, hogy igen. Nos, én velem tegnap ez történt, amikor tegnap délután elkezdtem olvasni az alkotmány, illetőleg, bocsánat, alaptörvény szövegének a tervezetét, és összeszorult a torkom. Tegnap este volt egy másik, sokan vannak, akik ott voltak tegnap este, egy másik ilyen kis megbeszélés vagy konferencia, és ott két embertől hallottam a következőket, egy nagyon meggyötört arcú ember, akin látszott, hogy a történelem vihara nagyon végigment, azt mondta, hogy tetszik tudni, ma van a születésnapom, szerintem olyan 60 körül lehetett, életem legszebb születésnapja, mert bele tudtam nézni ebbe az új alaptörvény szövegbe. A másik ember pedig valami ilyesmit mondott, hogy ezt a csodálatos érzést, amit a tegnap este alapján érzett, ezt utoljára Nagy Imre újra temetésének a napján érezte, amikor is azt lehetett látni, hogy valami megváltozik. Hát én gondoltam, hogy nem mindenkinek sikerült belenézni, ezért megpróbálom jó messze tartani a szememtől, hogy hát ha látok, egy-két mondatot azért felolvasnék Önöknek, az úgynevezett hitvallás elejéről, hogy tudják, hogy minek is örülünk mi itt ennyire. Találomra vettem ki egy-két mondatot. Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó erejét. Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát. Igen, azt hiszem megérdemel egy tapsot. Következő mondat, nem ismerjük el történelmi alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Nem ismerjük el az 1949 évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát, kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét. És mindehhez még azt tenném hozzá, hogy eddig, amikor hosszú-hosszú évek alatt én az alkotmány szövegébe belenéztem, mindig egy gyűlölt évszámmal találkoztam, 1949. Most tudják, hogy hogy kezdődik az új alaptörvényünk? Isten áld meg a magyart! És mindehhez talán még annyit tennék hozzá, hogy mielőtt eljöttem, akkor hallottam, hogy Orbán Viktor kijelentette, nem tudom őt szó szerint idézni, de valahogy bele fog kerülni az alkotmány, illetve az alaptörvénybe, én is szokom még ezt a csodálatos új szót, hogy nem lezárt az igazságtétel. És ez bizony alaptörvényünkbe kerül bele. Azt hiszem, hogy így egy picikét most már közelebb érzik magukhoz, ugye? Ezt az alaptörvénytervezetet is nagyjából tudják, hogy miről beszélünk. Nos, én a nemzeti vagyonnal kapcsolatban szeretnék egy-két észrevételt tenni. Valóban féltem attól, hogy a nemzeti vagyonnal nem fog foglalkozni az alaptörvénytervezet. Foglalkozik. Foglalkozik, méghozzá nem is akármilyen szinten. De természetesen a maximális öröm mellett, amiért engem higgyék el, hogy
vannak azért nekem is észrevételeim, és hát ezeket én is szeretném majd elmondani. Hát, ha nem vették észre, hát, ha én látom rosszul a dolgokat, de mindenképpen foglalkozni kellene bizonyos témákkal. Az, hogy mi a nemzeti vagyon, önök azt tudják nagyon jól, mert nagyon sokszor megbeszéltük. Azt is, hogy hogy tűnt el a privatizációban a nemzeti vagyonunk óriási százaléka, mintegy 30 ezer milliárdnyi forintnál tartunk most már. Azonban most beszéljünk arról, ami maradt. Mindenféle statisztikai adatokat össze lehet vetni, de végleges és megnyugtató számot nem tudunk mondani. Éppen ez az, ami miatt a CÖF meg is tette a feljelentését ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelésért, hiszen a nagy átalakulásnál 2008-ban nem csináltak zárómérleget, nem csináltak nyitómérleget, nem tudjuk, hogy hol állunk. Azt viszont tudjuk, hogy meghosszabbították a nyomozást, és az állami számvevőszéknek az emberei tanúként mind hívják be. Remélhetőleg ennek megfelelő folytatása lesz. Az én nagyon-nagyon szerény számításaim szerint az MNV ZRT honlapján található adatokból és nem adatokból, én úgy gondolom, hogy bátran kimondhatjuk azt, hogy alsó szinten is mintegy 100 ezer milliárdnyi nemzeti vagyonnal rendelkezünk. Ez a 100 ezer milliárd, ez 10 milliószor 10 millió. Hiszen nem találunk adatokat a bányakincseinkre, földméhének kincseire vonatkozóan a statisztikai adatokban, és például nincsen benne természetesen a geotermikus energia sem, viszont ugyanakkor tudjuk, hogy Európában, sőt a világon geotermikus energiában talán a leggazdagabb a Pannon-medence, hiszen földtörténeti okok miatt 10-15 méterre vékonyabb a földkéreg, és ez ennek köszönhető, mint bárhol másutt. Bizonyos számítások szerint nagyon-nagyon alacsony kitermelési szinten is, mintegy 61 ezer milliárdnyi geotermikus energiával rendelkezünk. Nos, amikor a nemzeti vagyon szabályozásáról, vagy alkotmányos szabályozásáról beszélünk, akkor ezek a tétek, és ezekbe kell belegondolni. Én nem gondolom, hogy most önöknek el kellene mondani még egyszer, hogy miért fontos a nemzeti vagyon. Egyszerűen mondjuk ki, az állam nem tud nélküle létezni, a nemzet nem tud fönnmaradni, és az állam a szuverenitását is elveszti, mint ahogy már meg is tettük korábban errefelé a lépéseket. A mostani tervezet nagyon szépen felépíti végül is a nemzeti vagyonnak a sorsát. Egy általános kijelentést tesz, amely szerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az ivóvízkészlet, a biológiai sokféleség és a kulturális érték a nemzet közös örökségét képezik, a jövendő nemzedéknek meg kell őrizni. Ez egy csodálatos tétel, ilyen még eddig nem volt. De ha megengedik, akkor hát én jogi vagy jogászi aggyal gondolkodom, és mindig nézem a terminológiákat. A természeti erőforrásoknak a terminológiáját meghatározzák a ma hatályos jogszabályok, és egyértelmű, hogy abba a föld, a víz beletartozik. De nem tartozik bele a földméhének kincse. Éppen az előbb említettem, ugye, hogy mi vagyunk a földméhének kincseiben. Én úgy gondolom, hogy ezt külön nevesítve indokolt belevenni az alkotmányba tekintettel arra, hogy igen, ez is a nemzeti örökség része. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kitermelni, természetesen megfelelő körülmények mellett, és nem 12%-os átlagos bányajáradék, hanem sokkal magasabb bányajáradék mellett ezt meg lehet tenni. De azért azok a megújuló természeti források, amelyek a föld méhéből előtörnek, azok igenis a nemzeti örökségünk részei. Rendkívül fontos, hogy most már meghatározza a tervezet, hogy mi a nemzeti vagyon. Azt mondja, hogy az állam tulajdonában és az önkormányzatok tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon. Ez számomra rendkívül szimpatikus és helyes. Egy kérdésem van, hogy például a köztestület, a Magyar Tudományos Akadémiának a vagyona, mindaz a vagyon, amit érettünk és értünk és a nemzetért tesznek, és emiatt az állam el is látta őket vagyonnal, az vajon nem a közvagyon része? Úgy gondolom, hogy nemzeti vagyon része a köztestület vagyona is. Apró ilyen kifejezetten jogszabályi szerkesztési problémákat most nem szeretnék felvetni, mert hiszen ez nem az a fórum, de
Egy dolgot mindenképpen felvetnék. Meghatározza az alaptörvény szövege, hogy a jövőben nemzeti vagyont átruházni csak törvényben meghatározott célból, és meghatározott kivételekkel kizárólag értékarányosan lehet. Nagyon fontos, de egyfajta visszalépést jelent a jelenlegi államháztartási törvény 104. paragrafus, nem tudom hány szakaszával szemben, amely nem csak azt mondja ki, hogy meghatározott célban, hanem azt is, hogy meghatározott módon. És ugye ez rendkívül fontos, mert nyilvánvalóan meghatározott mód az a pályáztatás, nem pedig az, mondjuk, ami a Moszkvai Kereskedelmi Képviseletnek az épületével történt. Tehát ennek az alkotmányos védelmét, ennek a módnak álláspontom szerint az alaptörvénybe be kell építeni és meg kell adni. És akkor talán még két apró kérdést vetnék fel, anélkül, hogy bővebben boncolgatnám a jelenlegi hatályos alkotmány 10 paragrafus egybekezdéséhez kapcsolódóan, amely szerint az állam tulajdona nemzeti vagyon. Létezik egy miniszteri indokolás még 1989-ből, amely azt mondja, hogy mindezzel a vagyonnal kizárólag olyan szervezetek rendelkezhetnek, amelyek az egész népet, az egész nemzetet képviselik. Álláspontom szerint ez az egyik legfontosabb kérdés, ami a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatban felmerülhet, és sajnos erre való utalást én nem találok az alaptörvényben, pedig úgy gondolom, hogy ezen jó lenne elgondolkodni. Egyszerűen azért, mert nagyon-nagyon sok kérdést vet fel ez a megjegyzés, vagy ez az utalás, ez a mondat. Először is azt, hogy egységes-e az állam. Amióta az állam jogi személy, 98 óta az állam szerintem egységes, és ezért az állami tulajdon is egységes, mint ahogy 96 óta a költségvetési szerveknek nincs is saját tulajdona, hiszen minden az állami. Márpedig, ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy meghatározott és nem sok szervezetnek kell a tulajdonosi jogokat gyakorolni. Volt már ilyen, hogy tulajdonosi jogokat sok szervezet gyakorol, aztán el is vészett a vagyon, ezt szocializmusnak hívtuk. És jelen pillanatban megyünk vissza abba az irányba, hogy több szervezet gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Nem lehet összefogni, nem lehet átlátni ilyen módon a vagyon, tehát én úgy gondolom, hogy ezen el kellene gondolkodni. Mit is jelent az az üzenet, hogy kizárólag olyan szervezetek rendelkezhetnek ezzel a vagyonnal, amelyek az egész népet képviselik. És még egy, nagyon-nagyon sokan megkérdőjelezik azt, hogy jó helyen van-e nem az üzleti vagyon, amivel vállalkoznak, és ami a kormány kötelessége, hogy ezzel bármit is kezdjen, hanem a kifejezett kincstári vagyon jó helyen van-e a kormány felügyelete alatt, egy olyan irányítás mellett, ahol az adhok napi pénzügyi politika bizony befolyásolhatja ennek a vagyonnak az értékesítését, meg is tették az elmúlt években rendesen. Még a nagyon szélsőséges, vagy hát liberális gondolkodású Sárközi Tamás is leírta több tanulmányában, hogy előbb-utóbb el kell odáig jutnunk, hogy a nemzeti vagyon felett egy független, a kormánytól független szervezet gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Nem azt mondom, hogy most, mert ez a stabilizációnak a korszaka. De az alaptörvénybe be kellene építeni olyan lehetőségeket, amelyek majd megfelelő időben, amikor már kétkamarás parlament lesz, ennek a lehetőségét biztosítják. Pontosan azért, mert ne adja Isten, de tényleg elképzelhető, hogy 100-150 év múlva az alaptörvényünk még él, de nem biztos, hogy ez a jelenlegi párt lesz hatalmon. Tehát ezt valahogy mégiscsak bele kellene építeni. És hát ezen kívül még a köztulajdon kérdésköre merül fel. A köztulajdon szó kimarad az alaptörvényből, pedig a köztulajdon nagyon-nagyon fontos dolog, de ez már egy ilyen jogi kategória, ezzel most az urakat nem is figyelnek, úgyhogy nem is akarom őket különösképpen feltartani. Úgyhogy röviden körülbelül ennyit a nemzeti vagyonnal kapcsolatban, amellett, hogy magam részéről tisztelettel köszönöm az alkotmányozóknak, hogy ilyen szöveget hoztak létre, és még egy nagyon fontos dolog, csak hogy tudják, benne van az alaptörvényben, hogy semmi fajta módon nem lehet nemzeti vagyont sem kezelésben, se értékesítés módon eladni offshore cégeknek. Köszönöm szépen Bence Izabella szavait, gondolatait.
Én azt hiszem, hogy kérdések is felvetődtek benne. Nyilvánvalóan, hogyha még úgy adódik, akkor örömmel hallunk a későbbiekben is. És Gulyás Gergelyé a mikrofon és a szó. Parancsolj!